Várok, de hogyan lehet ezt türelmesen Istenre figyelve? Sokszor úgy érzem, nem tudok elég türelmes lenni Istenhez. Én se. Most bármit mondanék, nem tudom. Szóval ez, én ilyen helyzetben nem voltam. És nem szeretnék úgy tűnni, hogy akkor én most mondok olyat nektek, amit én még nem éltem át. Mert könnyebb beszélni arra, amit már átéltem. Biztos, hogy nagyon nehéz, és hogy a hit az ember elveszíti ebbe való reményt. Jézus erre mondta, hogy legyen egy ima életünk, és hogy nekem erről mindig a Bibliában a szerdai nap, Jézus utolsó hetének a szerdai napja jut eszembe. Ugye leírja, hogy vasárnap bevonul, világvasárnap, hétfő, kiűzi a templomból, kedd, az ember, stb. Kiszárad a fügefa. Csütörtökön már megkezdődik a nagy hétre, péntekre való előkészület, az árulás, a Getsemáné kell, stb. De ott van az a szerda, és semmit nem ír róla a Biblia, és nem tudunk semmit róla. De az összes többi életéből tudjuk azt, hogy amikor kardinális kérdés volt, vagy csoda történt előtt, egész nap Istennel volt. És ez a szerda, ez nem egy az ember számára egy olyan, mint hogy nem történne semmi, holott egy rendkívül aktív ima élet folytott szerdán. Az Istennel való közösségnek egy nagyon nagy mértéke, egy nagyon nagy szoros együttléte, és hogy meg kell, tehát hogy az életet élni kell, hálásnak kell lenni, élvezni kell az életet, meg kell találni az életnek az örömeit, a csodáit, a természetet, látsz, van szemed, tudsz menni, egyedül tudsz gondolkozni, tudsz enni. Egy csomó beteg ember van a kórházakban, a fronton harcolnak, vagy most Izraelbe, Palesztinába rabszolgál, vagy túszok, akik simán cserélnének velünk. És tudom, hogy ez egyszer-kétszer segíti az embert, de hosszú távon nem. Viszont meg kell élnem minden napot úgy, hogy egy ajándék Istentől. És talán ide azt tudnám mondani, hogy a Bibliából nagyon sokszor mondja Isten, hogy hálaadással kérjétek fel, tárjátok fel kéréseiteket. Hogy a hálaadásnak és a hálás szívnek rendkívül fontos szerepe van. A sóvárgó szív, a vágyakozó szív nem tud hálás lenni. És az a sóvárgás, a vágyakozás, a vádlás, az értetlenség, ez kioltja azt a hálát, amit viszont Isten megindítja. Isten a hálaadás indítja meg. Amikor Jobb mondja, hogy hát ha jót kaptuk, akkor rosszat nem kéne elvenni, hát akkor azt is. És hogy próbálta rávenni, hogy bármi van, bármilyen élethelyzet van, próbáljunk érte hálásak lenni. Megtalálni azt, hogy mi az életnek az öröme, mi a szépsége benne, és a te élet mindenki életében van, mert Isten különben hazug lenne. Hanem minden életében mindenki kapott ajándékot, mindenki megkapta azt a környezetet, azt mondja, mindennel rendelkezünk, ami az élethez kell. Az Isten szerinti gazdag élethez. Szent Szellem tud bennünket rávezetni erre a hálaadásra, és azt mondja a Biblia, hogy imádkozzatok, hálaadással tárjátok fel. Hallgass meg az imádat, hogy mennyi benne a hálaadás, és mennyi benne a kérés. Mennyi benne a panasz, amikor elmondod Istennek, mintha ő nem látná, hogy mennyire nehéz helyzetben vagy. És ez magamnak is mondom, nagyon-nagyon nehéz volt megtanulni hálaadással imádkozni. És amikor sanyargatás van, amikor nehézség van, én is azonnal átváltok, hogy Uram, de miért, hogyan, miért engeded meg, mit tudom én. Pedig Pál apostol még a börtönben is hálát adott. Azt mondta, megtanultam hálát adni, és amikor oda volt bilincselve a katona, akkor nem azt mondta, hogy nézd meg, Uram, itt vannak a bilincsek, hanem azt mondta, Uram, köszönöm, hogy a te igéd nincs bilincsekbe zárva. Oda úszta a katonát, a Jézus nevébe térj meg. És a Filippi belieknek írja a börtönből, hogy üdvözöllek benneteket, meg az egész sereg, az egész őrség, aki már megtért. Csináld benne a börtönbe egy Gyülit. Érted? Tehát, hogy a hála, 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 meg kell tanulnunk hálával imádkozni. És az élet minden területén, még a házasoknak is van a dolgok, amire várunk. Tehát várunk a gyerekeink megtérésére, várunk anyagi áttörésekre, nagyon sok mindenre. Hát van, aki vár erre is, mi nem, de ti meg lehet, hogy társa vártok, az ige azt írja, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására, és ilyenkor nagyon fontos, hogy ne kezdjünk el lázadozni Isten ellen, mert a lázadás az nagyon rossz irányba viszi a lelkünket és a szívünket.
Tudom, ez parancsra nem nehéz nagyon ezt beteljesíteni, ne lázadozz, de az Úr azt kell tudni, valahogy megérteni mindannyiunknak, hogy az Úr mindenről tud. Mielőtt te imádkoztál, vagy mielőtt mi kértünk, ő már tudja. És azt sokszor az időzítés nem értjük, hogy miért. És én néha azt gondolom, hogy az Úr azért késlelte dolgokat, mert valamitől meg akar óvni, és amit később rájövünk, hogy fú, de jó, hogy nem adta időben, mert az rosszat tett volna. Mert Isten minket nem csupán ebben a dimenzióban lát, hanem ő egy örökkévalóságban lát minket, és sokszor az ő dimenziója sokkal magasabb. És ezt mi nem értjük mindig, hogy nekünk mi a jó az örökkévalóság szempontjából. És ezt nem mindig értjük. Nem mindig. Köszönjük. Halljuk sok helyen, hogy a szexualitás a házasságba való. Miért van ez így, és hol a határ? Határ a csillagos ég. Szokták mondani. Nem, mondja. Összevesznek. Tehát ma ugye a szexuális szabadosság az nagyon elterjedt a világon, és hülyének néznek ma, ha valaki szűzen megy férjhez, azt ma hülyének nézik. És ugye az unokáink, gyerekeink szembesülnek leginkább ezzel, hogy olyan erkölcstelen társadalomban nőnek fel, hogy a szexualitás az olyan kisebbség, hogy szerintem lassan börtönbüntetés jár, hogyha valaki szűzen megy férjhez. És ebben a világban vissza kell gondolnunk Isten eredeti tervére, hogy ő a szexualitást azt mindenképpen a házasság részeként teremtette. És ugye ez egy nagy kérdés mindig, hogy sokan felszokták, hogy lehet-e házasság előtt szexelni. Lehet, csak ebből rengeteg sérülés van az életben. És sokszor, amikor valaki tehát a szexuális élete a házasság előtt nagyon intenzív, legyen az férfi, nő, és megérkezik egy házasságba, amikor már lehet, hogy megtér ezekből, rendeződik az élete, de lehet, hogy éppen emiatt olyan sérüléseket szenved, hogy amikor a házasságba a szex kiteljesedne, pont akkor nem működik, mert már lehet, hogy undorodik tőle, megundorodott, már nem úgy működik, és ezért Isten ezt egy ajándéknak, plusz ajándéknak adja a házasságba a szexet. Beszéltem a katonáról, hogy a katona nem fejtegeti a dolgokat, hogy miért. Parancsnok ezt mondta, ezt csinálom. Ha az Isten azt mondta, hogy ő a szexualitást a házasságon belülre tervezte, akkor az a jó. Tehát nem fogsz tudni mindig mindent megmagyarázni és megérteni. A felvilágosodás korával, amikor azt mondták, hogy nem kell az Isten, hanem az ember a tudás által, az értelme által el tud jutni ilyen magaslatokba, akkortól kezdve a tudomány elkezdte kutatni mindennek az értelmét. Mi miért van? És mi nem tudunk ettől mentesek lenni, állandóan tudni akarjuk, hogy mi miért van. Ugye három kérdés ezelőtt, mikor az Attila azzal kezdte, hogy nem tudom, hogy ki kérdezte, de, és válaszolt rá. De ösztönösen jön, hogy ki kérdezte. De nem kell tudni. Őnek is se kellett tudni, mert azonnal válaszolt is. De ez, és csak rá akartam mutatni, hogy mindig így jár az agyunk. Ki mondta, miért van így, mindig mindent érteni akarunk. És az Isten meg vannak dolgokat, amiket elrejt, és egyszer az a válasz, hogy ilyen jó női válasz. Miért? Csak. Miért csak? Mert. Ugye? Női válasza. Tehát, hogy egyszerűen meg kell érteni, hogy Isten így teremtett bennünket. És ez a válasz. A rövid válasz. Szerintem az igei válasz.
Amikor a teológusok jönnek, meg a lelkészek, akkor dögönyözik ezt a mégiscsak valahogy meg kéne magyarázni, mert mindenki ott áll a kérdéssel, akkor elkezdjük mondani, még nem láttam jobb házasságot attól, hogy szex lett utána. Ha matematikai módon nézem, akkor a 1000 emberből 700 körülbelül a válás, ez általában a statisztika, ez mondjuk most már javul, mert összesen házasodnak, hanem együtt élnek. Tehát ezért javul a statisztika. De valójában a világon tegyük fel, tokkal vonulva minden együtt 2 milliárd keresztény van. Ez nem igaz, de körülbelül legyen ez. De élünk vagy 8 milliárdan. 6 milliárd ember úgy házasodik, hogy akar, nem? A válás ugyanolyan a száma, hogy 4-ből 3 elválik. Tehát, amikor úgy házasodik, hogy előtte van szex, vagy nincs szex, vagy sok van, vagy kevés van, az 4-ből 3 a statisztika, akkor nem fogom ezt választani, amikor 6 milliárd ember kipróbálta, és nem jó neki. Valószínűleg az Isten igéjét próbálom meg, hogy nem a szexre figyelem a hangsúlyt, ugyanis egyetlen egy házasságot a szex nem tud megtartani. Ezért nem előtte kell azt próbálgatni, hanem meg kell találni, kiválasztani azt a társat, aki majd szexel, ha jó, ha nem jó, ha van, ha nincs, akkor is mellettem lesz. Tehát ez a logikája. Aztán, ha tovább fejtegetem, a férfinek az ösztönétől szogva az a dolga, hogy ugye a megismerés, a Bibliában a legmélyebb megismerése az a szexuális megismerés. Ugye az ismerem, a héberben 3 féle ismerem van, ugyanúgy, mint a szeretet, és amikor a Péter meg János futott a sírhoz, és benéztek a sírba, hogy tényleg Jézus feltámadott, ott 3 féle látta van. Tehát a látás 3 féle. Tehát, hogy nem úgy, magyarban csak egy van. Látom és kész. De a görög az úgy fejezi ki, hogy amikor tudod, így elmegy valami melletted, és tudod, hogy valami elmegy, de nem is nézted meg. Tudtad ott a tábla, de nem is nézted, mi volt rajt. Az van egy olyan látás, amikor ránézek, téged már ismerlek valamit, láttalak már valahol, és a harmadik látás, amikor azt mondja, János benézett a sírba, és hitt. Tehát látta, amikor megismerte, a legmélyebb kijelentése volt, ez a harmadik látás. Harmadik típusú látás. Na most a szexualitásban a férfinek az identitása, hogy hódítson, és egy férfinek az, ismered? Igen, az azt jelenti, hogy lefeküdt vele, és vele hált, és akkor megvan. Ezt jelenti a férfinek. Ha tetszik, ha nem. Bennünk van ez a fajfenntartási ösztön, menni kell és közösülni vele. A férfinek az a beteljesülése, hogyha megkapta a nőt. Addig, amíg nem kapja meg a nőt, addig képes beszélgetni. Képes addig beszélgetni veled, képes lehozni a csillagokat, fagyizni visz, moziba visz, udvarol, képes fölöltözni, és nem a melós ruhába menni érted a munkahelyedre, addig, amíg a férfi nem kapja meg a nőt, mindenre képes. A nő mit csinál ezzel szemben? Hát ugye ő neki az a lényeg, hogy társa legyen, segítője legyen, odaadja magát, és ezzel, mivel tudja, hogy a férfi ilyen, ezzel akarja megfogni a férfit. Sok fiatal lány lefekszik a fiúval, hogy akkor megtartsa. És az lesz az eredmény, hogy lefeküdt vele, azt ott hagyták. Miért? Mert elérte a csúcsot a férfi, már újat nem tud neki mutatni, és ott hagyja a lányokat. És panaszkodnak a lányok, hogy hát becsapták, megcsapták. Igen, mert odaadtad azt, ami házasságon belülre való. Engedd meg, hogy a férfi a legvégsőig elmenjen, amikor azt mondja, hogy már belehalok én, akármi történik, akkor se adom oda. És ez meg házasságon belül van, nem kívül. Azt a példát szoktam hozni, hogy a tűz az marha jó. Igaz? Világít, melegített főzésre jó. De meddig? Amíg a kályán belül van. Ha a tűz kilép a kályából, akkor ugyanaz a tűz pusztítani fog, leég a ház, erdők gyúlnak föl, mezők égnek le. Tehát a tűz kordába kell tudni tartani. Ez az a józanság, az önuralom, magunkról való gondolkozás. A házasságon belülre való a szex. Miért? Mert az Isten ezt mondta. Hát most én azt gondolom, hogy a házasság megkötés, hogy a zsidóknál úgy volt, hogy amikor lefeküdtek szexuálisan, tehát összeadta a pap, mert mit tudom, hogy a házasság intézménye, az elismerés az akkor volt, amikor egymással szexuális aktus volt az első. Tehát én azt gondolom, hogy a csókolózás, az, hogy simogatom, az, hogy tapogatom minden, ez a szexuális életnek az előjátéka. Ez az, amit általában a házasságban a feleségek
a férjekre föl szokták róni, hogy ezek elmaradnak, mert már nem kell udvarolnom, az kettős lába ugranak bele az ágyba, és mindjárt a lényegre törnek a férfiak, és amilyen gyorsan bementek, olyan gyorsan kiszállnak az ágyból, sok szegény feleség meg ott áll, tátja a szállát, hogy mikor kezdjük. Mert ezek a dolgok, hogy simogatom, becézgetem, megpuszilgatom, és ezek mind oda tartoznak a szexuális előjátékhoz. Ezért akarjuk csinálni. Hát ezért azért vágyunk rá. Ha nem oda tartozna, hanem mit tudom én, a postásnak is járna, akkor vele csinálnám meg. Érted? Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a helyén kell kezelni. Az egy más dolog, amiről az Attila beszélt, hogy közben az online világ és az emberileg, erkölcsileg megromlott emberiség mondja, hogy ez nem baj, ettől még az Isten igazsága nem fog megváltozni. És tudom, hogy marha nehéz. Hát majd meg őrül az ember, amikor ott van a társa, és ráadásul van egy kölcsönös szimpátia, fiatalok jönnek, amikor házasság előtti kapcsolódás van, és mondja, hogy hú, nem bírtuk ki, belecsúsztunk. Na, hát mondom, ezért mondtam, hogy ne menj közel. Sikamlós területre ne menj, mert belegy, mert nem tudunk ellenállni ennek a vágyaknak, mert nem oda tartozik, belülre tartozik. Ha példával éljek, ott a kályhában a tűz, ugye nekem mindig az a kályhő jut eszembe a sparhelt, amit a déd nagymamám a jó babfőzeléket, akkor még 3,80 volt kilója, vett egy kiló babot, olyan babfőzeléket, bablás főzött, hogy képes voltam biciklivel 8 kilométer tekerni, hogy egyek egy jó ebédet. És annak a karikák vannak, és le kellett venni, és tettük be a fát. Tessék, nyúljál be, vegyék ki egy parazsat. Mert az a tűz, csak most gondoltam, hogy kicsit előtte kipróbáljuk. Nem nyúlok hozzá, mert megégeti a kezünket. Sok kapcsolódásban így megégettük a kezünket, és a csalódás lett óriási nagy, amikor ott hagytak bennünket. Azt szoktam mondani, mert a lakodalmakat is szervezek, ugye 33 éve, és szoktam mondani keresztények lányoknak, hogy, mert ugye az asszonyok, a mennyasszonyok azok, akik jobban szervezik. És akkor szoktam mondani, te miért nem hagyod, hogy elvegyen ez a mamlasz? Hát hogy? Hát mondom, ő szervezze meg. Hát ő küzd, érted? Te nem engeded, hogy elvegyen feleségül, mert mindent megszervezel. Mert annyira akarom, annyira tudom, hogy mit akarok, és mennyasszony. Oké, de ő veszel téged. Hát ha most nem éri meg neki, hogy foglaljon helyet, utánja menjen, hogy megnézze a kocsit, a papot, a zenészt, amit tudom én, persze megbeszélik, de ő intézi, miből gondolod, hogy a házasság alatt bármit helyetted megcsinál. Vagy érted meg, érted? Már az előkészületben lehet látni, hogy ez a házasság után, ez kuka. És elmondom előre, tehát ez ott van a szemünk előtt, csak amikor a vágyakozásunk nagyobb, mint az, ami józanság, akkor kerülünk bajba. Erre mondja Pál, hogy boldog ember az, akit a kívánság nem kényszerít. És jegyesét megőrzi. Tehát, hogy amikor a kívánság annyira kényszerít bennünket, akkor fölrúgjuk azokat a krisztusi szabályokat, amit Isten odahozott a szemünk elé. Tehát nyilván nehéz általános szabályokat ebben leírni, hogy most meddig mehetünk el, mert vannak, akik még házasság előtt vannak, fiatalok, vannak, akik már lehet, hogy válás után vannak, és úgy vannak párkapcsolatban, és vannak érettebbek, akik ezt abszolút jól kezelik, és simán hoznak egy döntést, hogy semmi. Tehát én gyakorlatról is beszélek, mert van az ige, és van a gyakorlat. Jó, csak én, oké, csak most te beszéltél az első házasságról, de most tehát főleg azokról beszéltünk, akik még nem házasodtak össze. Jó. Én csak azt mondom, hogy a mások az érettségi szintek. Van, akinél sokkal könnyebb, egy érettebb, meg sokkal könnyebb azt mondani, hogy egyértelműen úgy döntök, hogy nem, mert ezt írja az ige, vagy ez az én igei látásom. Nyilván egy fiatalnál sokkal nehezebb. Tehát, mert akik már voltak házasok, lehet, hogy olyan sérüléseket szedtek össze, akár szexuálisan, hogy eleve probléma ez, úgyhogy ez most mindegy, ebben nem megyek bele. Attila szokott mondani egy olyan dolgot, hogy a testvéredet meg szoktad csokolni. Erre gondoltam, mondd már el. Hát én honnét tudjam, miért nem profitát hívsz akkor? Tehát, igen, azért segítettem. Azért, mert igen, azt szoktam mondani, hogy
hogy a fiataloknak szoktam megmagyarázni, amikor jönnek a fiatalok hozzám, hogy lehet-e csókolózni. És ugye a gyülekezetben, mivel úgy imádkozunk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van. Tehát hogy mindenki, hogyha mindenkinek az Isten az atya, akkor mi ketten testvérek vagyunk, nem? És akkor meg szoktam kérdezni, hogy van-e testvéred? Van. Szoktál vele csókolózni? Nem. Na hát akkor ennyi a válasz. Gyülekezetben se csókolózunk, meg az emberekkel. Amíg testvér, az nem csókolózunk. Ha jegyes, akkor is testvér. Tehát ezek a dolgok házasságon belülre valók. Erre gondoltam. Gondoltál? Igen, igen. Igazán van az Attilának, hogy a hit szintje meghatározza, hogy ezekből az isteni értékekből mit tudsz megcsinálni. Érted? És a sok fájdalom, csalódás, hogyha van, akkor az is nehezebb. Minél nagyobb a csalódás, annál nehezebb megélni dolgokat. Viszont az is lehet, hogy amint területen sérültél, túl óvatos vagy. Túlságosan félsz, mert azon sérültél. Tehát van mind a kettő igaz. Ezért kell ugye Isten hangját hallani, ezek a Szent Szellem, hogy legyen, saját vezetésed legyen. Mi az egyik embernek A, az a másnak B, és lehet, hogy a cél ugyanaz. Köszönjük.